90 éves. Mint mondottam idén, ez a 90. alkalom itt Nagyváradon, ahol most nemrég kezdődött a 25. Fesztiválunk, melynek mottója visszavált a vár. Minket is évről évre visszavár, visszahív a közös éneklés, a muzsikálás, és az hisz a zene mindenki, mondotta a Kodály Zoltán. Első alkalommal ezelőtt 9 évvel Kolozsváron rendeztük meg ezt az énekhagyó találkozót, majd a másodikat 2009-ben Temesváron, 2010-ben Kézdivásárhelyen, a negyediket 2011-ben Szilágsúlyon, az ötödiket Aradon, a 13. esztendőben 2013-ban a 6. Sepsiszentgyörgyön, 2014-ben 7. alkalommal Agybányán voltunk, majd 2015-ben ismét Kolozsváron szerveztünk meg, amikor Kolozsvár ifjúsági főváros volt, és íme itt vagyunk 9. alkalommal, 2016-ban Nagyváradon, ahol ez alkalommal 7 városból vannak jelen az együttesek. Az a 7 város képviseli Erdély, Várcimbor, Vámságot. Ezek a nagyváradiak, kolozsváriak, szatmárnémeti, temesváriak, a nagyenyediek, Marosvásárhelyről, én nem tudok volna a zilagyat. A Romániai Magyar Dalosszövetség ezt a hangversenyt hiányoló hangversenyt szervezi meg évről évre. Igaz, vannak, akik először vesznek részt, vannak, akik többször vagy mindig visszajárulként vannak jelen, ezért ez a kulcs találkozó kulcs hangversen nagyon család. Azért szervezünk, hogy egymást megismerhessük, azért szervezünk, hogy továbbra is jó barátok legyünk. A másikra való figyelés, a közös éneklés hozza meg azt a harmóniát, amit Kodály Zoltán is mindig azt mondta, a többen énekelnek, a szép harmónia kikerkedik, és így a Jóistennek is az életből énekelhetünk, nagyon szinte fegyelmezettel és tisztán. Engedjék meg, hogy megköszönjem a helyvédieknek ezt az előkészítést és a nagy fáradozást, ami a mai nap egybecseny, egymásra terülődött műsorban van. Elsősorban a Harcúni Keresztény Egyetemnek és az összekötő kapocskén László Zsolt zeneszerzőnek, aki nagy értékben hozzájárult, hogy ez a találkozó itt Nagyváradon létrejöhessen. Továbbá az Erdély Magyar Közművelődési Egyesületnek, az MK-nek, nem utolsó sorban a helyvédieknek, a nagyváradi olasz református templom egyházkerület minden egyes tagjának. Köszönet a Művelődési Cég Nagyváradi Egyesületnek, Horváth István igazgató és László Zsolt kurátor úrnak. Külön köszönet a László Zsuzsanna Református Gimnázium igazgatóságának, Élénk Zsíros Anikó igazgatónővel, akik helyet biztosított minden egyes tanulós bevelegítésére, egy-egy osztályteremmel. Köszönet a kommunitásnak és a médiának, ami nélkül ez nem jöhetett volna létre. És nem utolsó sorban a médiának, a Kolozsvári Rádióra, a Nagyvárosi Bárcumi Rádióra, a Friss Újságra, a többi szaklapoknak. Köszönet a Budapesti Magyar Egyház Szerkesztői Bizottságának, továbbá a Zeneszerzők Egyesületnek. Befejezésül kívánok mindenkinek nagyon szép éneklés, Isten nevére dicsőséget, és visszavárjuk jövőre is minden egyes
Kedves barátaim, a Krisztus Jézusban szeretettel köszöntelek mindnyájatokat. Ugye keresztény ünnepeink rendjén után vagyunk, és mi következünk a Krisztus után? Inkább a gyermekeket kérdezném, a nagyobb ünnepeket, hogyha figyelembe veszünk, a legnagyobbakat, mondjuk a három nagy sárgalmas ünnepeket. Húsvét után miért ugye volt karácsony, aztán a húsvét, mi következik? Így van, nagyszerű, pünkös, köszönöm szépen. Tehát pünkös közelében vagyunk, lassan a küszöbéhez érkezünk. Engedjétek meg, hogy hadd olvassak innen a pünkös történetből egy rövid vers részletet az apostolok cselekedeteiből, ahol azt olvassuk, hogy miután a tanítványok, lehetnétek ti magatok is, miután a tanítványok összegyűltek, ezek mindnyájan egy szívvel, lélekkel, kitartóan imádkoztak. Nagyon-nagyon érdekes ez az egy szívvel, lélekkel, kitartóan imádkozni, mert, és most nem a mi görög tudásunkat akarjuk fitoktatni, hanem azt mondom, hogy találhatunk itt egy olyan szó, hogy szinfoneszószia. Miért érdekes ez nekünk? Azért, mert akarva, nem akarva, ott van ennek a szónak, az eredeti szónak a tövében az a kifejezés, hogy szimfónia, vagy szimfónia, szimfónia, ahogy halljuk, ismerjük, vagy éppen szoktuk gyakorolni. Szabadon fordítva lehet azt mondani, hogy tulajdonképpen ott van benne az, hogy egybehangolva, és mind-mind egy szívvel, lélekkel ráhangolva ugyanarra az alaphangra. Pontosan úgy, mint ahogy az énekarok, a zenekarok egy alaphangra ráhangolódnak, és onnan aztán szépen kiteljesedik az egész egybehangzó szimfónia. Nos, az ember elgondolkodik, micsoda lehetőségünk van nekünk, akiknek megadatik azt, hogy énekeljünk, zenéljünk ki a maga módján, hogy ebben az olyan sokféleképpen elhangolt, vagy éppen lehangolt világban, sajátos módon egybehangolóva tudjunk énekelni, zenélni, muzsikálni. Kedves barátaim, feladat ez, küldetés ez, kicsiknek, nagyoknak egyaránt, hogy ebben a sokszor zavarosabb világban így tudjunk megszólalni, énekelni, és közben egy szívvel, lélekkel együtt maradni. A Bibliában egy szívvel, lélekkel imádkoztam. Itt ti egy szívvel, lélekkel énekeltek, zenéltek. Tehát tudjuk nagyon jól, hogy aki szépen énekel, mondják az egyházatják, az kétszeresen vagy többszörösen is imádkozik. Én hiszem, hogy akkor, amikor ti magatok ezt végzitek, ezt cselekszitek, akár templomban, iskolában, vagy bármilyen más helyen. Mi magunk is ezt tesszük, hiszen azért próbálunk a mi egyetemünkön, a Bárcsi Keresztény Egyetemen zenetanárokat képezni, énektanárokat, akik kiki a maga helyén, a maga világában őrzi, műveli, ismét egy biblikus képet használja, őrzi, műveli azt a kertet, amit rábízott a Jóisten, vagy éppen a maga kora, a maga ideje. Köszöntelek egyetemünk nevében benneteket, és talán azért már mint kicsi magocskát, egészen picikét el is ültettem a lelketek, hogy majd ha nőttök, növekedtek, akkor ne feledkezzetek el arról, hogy van egy olyan egyetem, ahol egy olyan szak is működik, ahol olyan embereket képzünk, akik a tanáraik, pedagógusaitok, éppen ezért majd egy kor később benneteket is szeretettel várunk, aki majd ide kíván jönni. Hadd ne szaporítsam a szót, hanem külön köszönjem meg mindazoknak, akik ezt felvállalták, szervezték, és hogy ezt az esemény 9. alkalommal ide Nagyváradra hozták. Isten áldja meg szolgálatokat, munkájukat, bárhol is legyenek,
Székelyföldön, belső Erdélyben, Pácinban, vagy éppen Vásárban, bármelyik helyen. Most pedig átadom egyetemi elnökének a szót, aki egyben ennek az egyházközségnek is lelkipásztora, Tőkés László. Thank you.
Igen, legfőbb érték számunkra az anyamé gyümölcse, olvassuk a 127. zsoltár, mivel az anyamé gyümölcse jutott. És éppen ezért egy ilyen énekkari találkozónak rendkívüli töblete van, mert egy elidegenedett Európában, ahol a családok háttérbe szólultak, a gyermekáldást inkább tehernek, terhes asszonyok gyermekének, gyermekeinek nevezik. Nagyon fontos újból azt látni, hogy szemünk fénye a gyermekek a legfőbb érték számunkra, és mondjuk, hogy veletek Isten megajándékozta a szüleiteket, megajándékozta népünket, megajándékozta anyaszent egyházunkat. Igazi ajándékok, ő ma különösképpen ajándékot jelentenek számunkra. Ezért nagy kérdés, hogy elfogadja-e az ember Istennek ezt az ajándékát, áldását, vagy pedig eleve elutasítja, és migránsokból kívánja pótolni a kieső munkaerőt, hogy egyedül ne is beszéljen. Nem így kellene ennek lennie, magyar népünknek vállalnia kellene gyermekeit, mert hiszen ők jelentik a nemzedékről nemzedékre tartó folytonosságot. Hirdettem a te nevedet az atyám fiainak, hallhattuk ezt is az igében. Az atya fiak nem csak testvérek, egymás testvérei horizontális értelemben, hanem vertikális, függőleges viszonylatban az atyának a teremtményei nemzedékről nemzedékre elejétől fogva. Megható elgondolnunk, hogy ki volt valamelyik 500 vagy 1000 évvel ezelőtti ős. Kik ültek ezelőtt 200 évvel ezekben a padokban? Kiket kereszteltek meg itt ennél az urasztalánál ezelőtt 50 vagy 100 esztendővel? És ma a Szentek Egyességében, az angyalok és igazi lelkek társaságában mi mindnyájan együvé tartozunk velük, és ezt a nemzedéki folytonosságot jelenti a mi gyermekeink. Van egy kínai bölcs mondásod, egy lánc olyan erős, amennyire erős a leggyengébb lánc. Mert ha elszakad egy láncszem, akkor elszakad a lánc. Hát igen, erős láncszemekre van szükség nemzedékről nemzedékre, Gutmann Mihályra és Tóth Gutmann Emesére, aki családilag is megjelenítik a nemzedéki folytonosságot, de saját élményemből is elmondhatom, hogy nem régen együtt lennünk minden más mellett gyermekeknek, 8 gyermeknek, 80 vagyok testvérek, 27 unokának és 10-valamennyi dédunokának. Mert így szép, így egységes és egy a mi közösségünk és a gyülekezetben, az Anya Szent Egyházban. Így van a mi helyünk egymás mellett, gyermekeknek, ifjaknak, felnőtteknek, véneknek, öregeknek. Ebben a nagy, istenes, nagy családban, a Dalos Szövetség számomra ezt is megjeleníti. Nem sokára a 90, már betöltötte a 90. évét Dalos Zoltán, nagy zenetudósunk, aki keresetlen szavakkal azt mondta, többször is azt szokta, hogy hogyha egy nép megőrzi a talait és a táncait, akkor megél az.
igazodé. Nem szó szerint idéztem, de jó, Udvar Mihály mellett ők is megemlegettünk a mai napon, annál is inkább, mert folklór a népi hagyományi gyűjtője, és nemzedékről nemzedékre ők gyűjtötték be az énekeket, a dalokat. És tudjátok meg, hogy a szoktárok is ilyen népénekek voltak valamikor. Szájról szájra terjed. Milyen jó, hogy ezek a gyermekek, ti drága gyermekek, tovább adjátok, tovább átveszitek, és tovább éneklitek azt, ami századok óta hangzik, és ezáltal nem szakad meg a lánc. Bizony nagy veszély fenyeget minket itt Erdélyben, hogy szakadozik ez a lánc, és foszladozik népünk, nemzetünk, hagyományaink, hitünk szőttesse. De a mai nap tovább erősíti ezt a veszendő összetartozást, ezt a gyengülő összetartozást és kincset. Így hát boldogan mondhatjuk el a Nagyváradon azt templomban, hogy imbor vagyok én és a gyermekek, akiket az Isten nékem adott. Itt az Atya kegyelme, ajándéka, áldása rajtunk, és itt az Anya Szent Egyház szeretete közöttünk ebben az áldásban, és ebben a szeretetben teljesen a jövőnk, és ebben a szellemben, ezzel a lelkülettel töltsenek. Akkorák voltak ezek a fiatalok, mint amekkorák ti vagytok most.
és a nagy Kodály keze alatt énekelte. Egy életre szóló élmény volt. Kodálynak a halálát jövőre, az 50 éves haláli fogunk ünnepeljük, ugye? És ebből az alkalomból én két gondolatot ragadnék ki. Ezek a gondolatok 60 évvel ezelőtt fogalmazottak meg, és minden aktuálisak. A jövő Magyarországon zenészei pedig írjanak dalokat a kisembereknek, de nem kozmopolita vagy német, hanem magyar zenei nyelven. Tehát a legfontosabb a magyar zenei anyanyelv. Ezt kérünk szépen nem elfelejteni, a magyar zenei anyanyelvet, amely a magyar táncnyelv és a magyar költői nyelv, a beszéd nyelv mellett természetes komponense egzisztenciánknak, létünknek. A másik gondolat egy kicsit összetettebb, de azt hiszem, hogy ez is nagyon aktuális, egy kicsit üzenet a ma adminisztrátorai tulajdonképpen tanmenet összeállítói, tanterv megregulációi irányában, amikor is megpróbálják a zenei oktatást és a zeneórák számát lecsökkenteni, olykor-olykor a nullára lecsökkenteni. Ez egy megengedhetetlen dolog, és erről a következő véleménye van Kodálynak, amikor azt mondja, hogy tanügyi bácsi, engedjétek énekelni a gyermekeket. De ma már meglehetősen kikopott a tandal az iskolában. Egy kicsivel többének mennyire boldogítja a gyermeket, láthatták, meghallgatták az éneklő általános iskolák egy-két óráját. De nem hallgatják meg. Pedig ott érthetnék meg, hogy a zene nem csak zenére van. Ugye elhangzott, hogy aki énekel és szépen énekel, az kétszeresen imádkozik. Ezek a gyermekek jobban számolnak, mert a szám elvonfogalom neki, testükben érzik a ritmussal. Hamarabb olvasnak folyékonyan, mert a mondatban érzik, éreztetik az összekötő zenei formát. Szebben, pontosabban írnak, mert a kottaírás nagyobb vigyázatra szoktak, ott egy kissé félrecsúszott pont más-más hangot jelent. A helyes írást is gyorsabban megtanulják, a grafikai érzékük is fejlődik. Végül nő a gyermek önérzete, valamit tud, amit a felnőttek sem kicsinyelnek, vagy éppen nem is tud. A felnőttek régi elnéző mosolya a gyermek mai zenélő próbálkozásai alapjára eltűnik, megfordul. A gyermek fejlődésénél, a fejlődésének nincs ennél hatásosabb eszköze, mondja Kodály Zoltán. Szívleljük meg ezeket a gondolatokat, és higgyük azt, hogy az éneklő ifjúság, az ének, a magyar ének egy olyan erőforrás jelent, fizikai értelemben, szellemi értelemben, a magyarságunk tekintetében, amelyhez nem csak ragaszkodunk kell, hanem amelyből bármikor nemzedékeken át az élők és a holtak társaságában, és itt gondolok a 3 évvel ezelőtt elmúlt Gutmann Mihályra, akinek köszönhetem, hogy a művem ebben az antológiában megjelent. Olyan erőt jelent, amelyből merítenünk kell most és mindig. Még egyszer köszöntöm a karmagyokat, név szerint is Forika Évát Nagyenyedről, Gáspár Attilát Zilakról, Dr. Gergely Zoltán Kolozsváról, Igyeri Mérnyit Szappárnyi Menikből, Szabó Ferencet Temesváról, Szász Nemesét Marosvásárhelyről, Varga Cecíliát Nagyvárosról, ami volt vendégünket, köszöntöm. Meg szeretném köszönni munkatársaimnak, Dr. Fodor Attila tanszékvezetőnek, aki a szenátus elnöke, Esz Horváth István igazgatónak, Dr. Miskolfi János Ipultnak, Rukos Anikó Karnak, és díszvendégünknek, Dr. Kovács Gábornak, aki Szegedről érkezett. És
és utoljára, de nem utolsó sorban, az idén Nagy István díjat érdemelt Bedő Ágnes karnagynak, tudjuk, hogy Nagy István Kodály Zoltán tanítványa volt, tehát ezért is sokszorosan érezzük, hogy Kodály szellemisége itt van köztünk, aki évtizedeken keresztül a Borona Mihály Pedagógus Kórus karnagyaként bizonyított. Thank you.
Liszt Ferenc hajnalozó, Kodály Zoltán Viciliák, és Gyakos János, Márton Szabó. Thank you.
ebbe, majdnem lekéstük ezt az egész rendezvényt, ami gyönyörűséges, és nagyon boldogok vagyunk, hogy végre megérkeztünk. Így szokott az ördög munkálkodni, hogy göröngyös és poros úton majdnem nem érkeztünk ide, de aztán végül a torony irányában mégiscsak ide találtunk, és voltak irányítóink, akiknek nagyon szépen köszönjük, hogy azonnal készenlétben voltak, és ide vezettek bennünket. Nagy szeretettel köszöntjük a daloló ifjúságot, kedves vendégeket, és örülünk, hogy együtt ünnepelhetünk, együtt ünnepünk önökkel. Thank you.
Thank you.
tündér, ha lennék, zongorát kísér, vasa adlapánya talán. Thank you.
Egyet fogja, egyet egy kössébe, és
idejükből egy lehes, szép, fókus énekésre szentettek. A Románi Magyar Valószövetség ez alkalommal emléklapot újtál minden egyes részvevőnek, és minden kedves karhagynak, aki ezt az állatokos munkát lehes, szépen elvégezhet. A beköszöntő két szolgáló két lelki pásztort engedjék meg, hogy külön megköszönjem nekik is. Elsőnek dr. Pálffy József Pácsi Keresztény Egyetem rektorának emléklapot nyújtunk át az Éneklő Jézusnak Kodály Zsoltán szellemében 9. gyermekkari találkozó alkalmával. Ezt a szöveget minden egyes kórustag megkapja, ezt a gyönyörű szép, színes, dalszövetségi majd megkérjük, hogy továbbítsák neki, és a egységcsomagot is, amit nekünk számít. Külön köszönetet mondunk dr. Tőkés László, lelki pásztor püspök úrnak, hogy meglepett bennünket, és az áldozatot mondotta. Emléklapban nem tudunk szolgálni, mivel nem tudjuk, hogy itt van, de kérjük, fogadja a szeretettel, és az egységcsomagot átjutja Bető Ágnes, tanárnő a Dalszövetség vezetési tagja. Köszönjük szépen! Továbbá Lászlóffy Zsolt zeneszerző úrnak, hogy ezt a mai délután számunkra ilyen szépen elkészítette csapatjával, a Váradi Pácsi Egyetem tanárkarával, diákságával, név szerint, akiket ő megköszönt. Nagyon szépen köszönjük! Köszönjük szépen a Temesvári Bartók Béla elméleti licea Citera együttesének, és
és harmadiknak 100